Istenünk, hálát adunk neked, hogy úgy ismerhetünk téged, mint Atya, ki megteremtettél minket, és elültettél ebbe a világba. És köszönjük, hogy nem hagytál magunkra, amikor mi bűnben voltunk, hanem elküldted egyszülött fiatat, új élettel ajándékoztál meg, és amikor meghaltál értünk, és föltámadásaddal legyőzted a halált, fölmentél a mennybe, hogy közben járj értünk, és elküldted a lelket, a vigasztalót, hogy a lélek gyümölcseit teremjük. Urunk, kérünk, áldj meg minket, áldj meg mindazokat, akik gyászban vannak, áldj meg betegeinket, áld meg a szolgálatban távol lévő testvéreinket, és add, hogy egykor valamennyien fölismerjünk téged a mennyben, és valóban befogadj bennünket az örök hajlékba. Amen. Szeretettel köszöntöm délelőtti Isten tiszteletünkön az igehallgató gyülekezetet. Pünkösd utáni első vasárnapunk van. Rögtön énekkel dicsőítsük a jó Istent. Ne dicsérjem-e Istent? Hát dicsérjük együtt a 10-es számú énekkel. Thank you.
Ma délelőtti igénket a kolossébeliekhez írt levélből olvassuk, a második rész, negyedik verstől a hetedik versig, Kolossé levél. Második rész, negyedik verstől a hetedik versig olvassuk az igét, álljunk föl az ige olvasása alatt. Nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessen. Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, és Krisztusba vetett hiteteket, szilárdságát. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek föl ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Hajtsuk meg a fejünket, és Kertész Pétert kérem, hogy imádkozzon az igére. Jó Atyám, Istenem, légy áldott, hogy itt lehetünk szent házadban. Szeretnék mindent letenni, áldjál meg bennünket, hogy igédet befogadhassuk. Dolgozz bennünk igéd által, áldjad meg az ige szólóját is, hogy amivel készült, hadd tudja továbbadni számunkra. Légy velünk, Uram, kérlek. Amen. Foglaljunk helyet, és az énekkar szolgálatát hallgassuk. Kedves igehallgató gyülekezet, ha új gazdája lesz egy kertnek, akár azért, mert öröklés útján került a gazda kezébe, akár azért, mert megvásárolta, valószínű körbenéz a telken, a kertben, és talán, ha nem is az első alkalommal, de utána nem sokkal van elképzelése arról, hogy hogyan nézzen ki ez a kert a továbbiakban.
És talán az is megtörténik, hogy a kertet legalábbis egy részében szeretné átrendezni. Nem kell ahhoz nagy kertésznek lenni, én sem vagyok nagy kertész, hogy gondoljunk arra, hogy talán a veteményes részt könnyű áthelyezni, hiszen az egyik évben meghozta a termését a föld, és a másik évben ki tudjuk ásni a kertnek egy másik részét. De bizony a kertben vannak olyan növények is, amelyek nagyok, terebélyesek, és igen nehéz lenne azokat átültetni. A Szentírás első lapjain azt olvassuk, hogy Isten az Édenben kertet telepített. Azt is lehetne mondani, hogy az első kertész a Jóisten maga. És amikor megalkotja ezt a kertet, azért alkotja meg, hogy féltett palántáit odahelyezze. És úgy mutatja be a Szentírás az Úristent, mint aki nem csak teremtett, hanem féltve fogja palántáját, az embert, és beleülteti ebbe a kertbe. A mai alkalommal szeretnék beszélni arról, hogy mit jelent Krisztusban meggyökeredzni. Mi a feltétele annak, hogy otthonra találjunk ő benne? És milyen gyümölcsöket kapunk azáltal, hogy teljesen bele tudtunk gyökerezni Krisztus életébe? Azt gondolom, hogy a mi életünkben is így van. Hogy nem csak megteremtett engem, az iga hallgatót, az Úristen, hanem gondja volt rá, hogy oda helyezze, ahova szánta. Mindegyikünk abba a környezetbe, családba, abba a közösségbe született, ahova Isten őt megálmodta. És talán nem kell ahhoz nagyobb kort megélni, hogy előjöjjenek olyan kérdések, hiszen ebben a világban élünk. Hogyan van az, hogy egyikünket békés, nyugodt, kisimult családba ülteti, és hogyan van az, hogy ismerünk testvéreink közül és távoli, közeli ismerőseink közül is olyanokat, akik olyan helyre kerültek az életben, és már kicsi koruktól úgy nőnek föl, hogy mintha sivatagban vagy félsivatagban helyezte volna őket az Isten. És óhatatlanul is kérdések merülnek föl bennünk. De ha egy picit tovább olvassuk a Szentírást, akkor feltárul előttünk, hogy ez az Éden, ahová ültettünk, ez az Éden valahol megváltozik. Mert az a kis palánta, akit odaültet Isten, egyszer csak fogja magát, és ő akar lenni a kertész. Ő akarja megmondani, hogy honnan szakítson, és honnan szüreteljen. És a Szentírás arról beszél, hogy a bűnbeesés után az Édenen kívülre kerülünk. Olyan helyre, ahol már nem azok a körülmények vannak, nem az az Isten kapcsolat, amivel addig a Jóisten megálmodott, és amellyel meg szeretett volna minket ajándékozni. Így olvassuk az igében, ültetett az Úristen egy kertet Édenben keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Hogyan van ez, Úristen? Kikerültem az Édenből, mert szakítottam veled, és kikerültem egy olyan környezetbe, amelyben átitatott a bűn. Hát milyen termést tud az a növény hozni, amely egy selejtes talajba került? Próbálja fölvenni a maga módján azokat az éltető dolgokat, amiket ő éltet, és valamilyen gyümölcsöt is próbál hozni. De milyen gyümölcsöt tudunk hozni egy elveszett világból?
vajon kedves-e Istennek bármilyen gyümölcs, amit így mi tudunk szerezni. És hogyha belegondolnak a testvérek, hány és hány próbálkozás van, hogy megnyerjük a Jóisten tetszését. Próbálunk mi jó gyümölcsöket hozni. Próbáljuk mi keresni Isten arcát. Bárki, aki megérint a Jóisten, próbál a kedvében valahogy járni. És hát alkotunk is, mondhatnám, hogy barkácsolunk is oltárokat, és próbáljuk elhelyezni ott a mi kis, hát izzadságos kis gyümölcseinket, hogy Istennek valahogy kedve legyen benne. De Isten mást szánt. És itt van az, ahol engem az ige olyan, tehát megnyugtat. Mert látom ott az iskolában is, hogy hány és hány örömben lévő gyerek van, diák, és hány olyan család, ahol meghal apuka, anyuka, és egyedül maradnak a gyerekek. És fohászkodom a Jóistenhez, hogy hát mi a te terved velünk? És tud-e örömhírt hallani az, aki ilyen helyzetben van? És ha egy picit tovább olvasuk a Szentírást, akkor azt halljuk, hogy van örömhír. Az az örömhír, hogy az Úristen miután mi kizártuk magunkat ebből a kertből. Elkezdtünk bűnös talajból építkezni. Neki van egy vágya, hogy átültessen innen. Tehát az az óriási örömhír, hogy akár jó családi körülménybe születnék, akár rosszba, akár valami változik az életemben közben is. Bárhogy is van, Isten átültetett palántája vagy, és vagyok én. Ja Istenem, hát hogyan van ez? És ez is olyan érdekes, hogy az életünknek bizonyos szakaszaiban, talán a kamaszoknál jobban, de felnőtteknél is, elkezdjük keresni az Édent. Valahogy azt érezzük, hogy nem vagyunk a helyünkön. És hogy lehet ez a sátánnak a kísértése is, mert lehet, hogy a teljesen a helyeden vagy. De lehet a léleknek a csalogatása, mert még mindig abban a talajban vagy, amely a bűnös életednek a következménye, és Isten szeretne átültetni, és készít arra, hogy bármennyire belegyökereztünk ebbe a világba, ő, mint gondos kertész, szeretne átültetni, és ezt készíti elő. Istenem, olyan csodálatos a te terved, hogy mindannyiunkat bele akarsz ültetni abba a világba, vissza az Édenbe, ahová minket eredetileg is megálmodtál. És aztán, amikor azt tapasztaljuk talán, hogy magunktól nem tudunk hozni igazán jó gyümölcsöt, föl is tesszük a kérdést, Uram, hát hogy tudok én neked tetszeni? Egyáltalán tudok-e bármiféle gyümölcsöt hozni, amikor ebből a bűnös és elveszett talajból én táplálkozom? És bemerítő Jánosnál, amikor prédikál és az igét hirdeti, van egy rész, ami nekem nagyon tetszik, mert kiderül az, hogy van egyetlen olyan gyümölcs, amit tudunk úgy hozni, mint bűnös emberek, hogy Isten fölfigyel rá, és Isten megjutalmazza. Melyik ez? Ismerjük ezt a részt, amikor kijönnek ugye bemerítő Jánoshoz az emberek, és azt mondja azoknak, akik talán nem azért jönnek oda, nem olyan lélekkel jönnek oda hozzá, hogy őszinte szívük legyen, akkor azt mondja, hogy teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Ha olyan gyümölcsöt szeretnék adni neked, Istenem, hogy nézd, hát ez férges, kukacos, de az enyém, hát nem tudtam mást hozni. És tudom, hogy vannak ígéreteid, hiszen olvasom, hiszen a lelked engem vonz, és érzem, hogy már kezd mozogni a talaj alattam.
mert szeretne az Isten átültetni, talán még nem tudom. És Isten elfogadja ezt a gyümölcsöt. Isten elfogadja azt a gyümölcsöt, ami a megtérésre való gyümölcs. Igen, Isten ilyen nagy lelkű. És mindent oda szeretne adni annak, aki hajlandó, hogy megmozduljon abból a földből, amely még nem az övé, és nem is akarja az Úristen, hogy az övé legyen. Valahogy úgy van, hogy amikor még benne vagyunk abban a földben, amely számunkra sem jó, akkor kamatoztatjuk a bűnt, és tékozoljuk a talentumokat. És hogy igazából azért is tékozoljuk a talentumokat, mert nem tudjuk, hogy a számunkra gyümölcs és talentum. És amikor megérint bennünket Krisztus, akkor megfordul ez. Kamatoztatjuk a talentumainkat, de azért, mert a bűneinket odaadjuk Krisztusnak, hogy elvegye és megsemmisítse. Ó, áldott mester, áldott keresztfa, amely meghozza az igaz gyümölcsöt, értem. Krisztus, te azért mentél a keresztre, azért haltál meg, hogy az én elveszett életemnek gyümölcsöző élet legyen a jövője. És beszél erről az átültetésről az ige. Az Efézusi beliekhez írt levél második részében ezt mondja. Megint csak ugye arról van szó, hogy aki már rádöbbent, hogy ott van az ő élete, mint egy haszontalan gyümölcs. Milyen vigasztalást mond neki Isten? Efézusi második rész negyedik verstől azt mondja, de Isten gazdag lévén irgalomban, ez is olyan, hogy Isten minden gazdagsága megvan. Mit emel ki a Szentírás a gazdag Istenben? Hát az, hogy az irgalmában gazdag. Hogy te tudsz úgy gazdag lenni, azzal mutatod meg felém, hogy gazdag vagy, hogy irgalmas vagy, és ezzel nem fogysz ki. És hogyha elkezdek rá csatlakozni erre az irgalomra, nem lesz vége, hogy az Úristen az irgalmában ne részesítsen bármikor. Az ige folytatja, de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, és közbeveti, kegyelemből van üdvösségtek, és vele együtt föltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztusért. Hát, hogyha most kisgyerekek lennének, itt máshogy mondanám, de magamnak is egy picit képileg tudom ezt megérteni. Hogy itt vagyok én, aki be vagyok gyökeredzve a bűnbe. Nyilván abból dolgozom, abból az anyagból, amit én hát magam körött van, a világból. Hát nem látok ki a fejemből. De amikor Isten által meg vagyok érintve, és meghozom a megtéréshez való gyümölcsöt, vagyis hitre jutok, hogy egyedül Krisztus az Úr, és megvallom a bűneimet, akkor Isten megfog engem, és mindenestül kiemel ebből a földből, és beleültet a mennybe. És megfordul a világ. Mert eddig én ebből a vétkes és elveszett világba gyökereztem, és amikor Isten átültet ebbe a világba, akkor onnan a kegyelemből kezdek elérni. És ha valaki kegyelemből él, hát milyen gyümölcsöt terem? Hát a lélek gyümölcseit, ugye most volt pünkösd. És a lélek gyümölcseit kinek termem én? Hát azt mondja a lélek, tehát azt mondja az a fa, aki megtermi a lélek gyümölcsét, nézd Istenem, micsoda fantasztikus gyümölcsöm van. Hát esze ágába sincs fölfelé termést hozni. Hanem Isten azért engedi, hogy begyökerezzünk belé, és azért hozunk onnantól kezdve gyümölcsöt, hogy az emberek asztalára letegyük ezeket a gyümölcsöket, és mint tanúságtétel az életünk megfrissült, Isten által nyert gyümölcseivel megkínáljuk a világot.
De ez nem úgy működik nyilván, testvérek, hogy most akkor eltökéljük, hogy mikor és hogyan teszünk tanúságot. Hanem egyszerűen, aki él és hoz gyümölcsöt, az növekszik, terebélyesedik, majd leroskadnak az ágai a gyümölcsöktől, mint ahogy láttam is egy-két ilyen kedvező kis, gyönyörű, szép fát itt a környéken is. Vagyis, hogyha megadja az Úristen, hogy az Úristen kezébe adjuk magunkat, akkor ő átültet, és terméshozóvá válik az életünk. Úr Jézus, aki a kereszten meghoztad, értem az áldozatot, halálra adtad magad, és nem mentesz meg attól, hogy én itt meghalljak, hanem meghalok az én bűneimnek, és tudom, hogy engem átültetsz. Reménységgel várom azt, hogy a te ültető kezed hozzám érjen, akkor közös öröm lesz a mennyben, mert már ki van parcellázva, testvérem, és oda van tűzve, mint a kis virágos kertben, hogy ez a te helyed. Ide szeretne téged átültetni Isten, ha ebben a földben már, mint búzaszem, elhalsz, és aztán Krisztussal együtt újra fogsz élni. Olyan szép az a Szentírásban, amikor Mária Magdolna kimegy a sírhoz, és keresi az Urat, és minek nézi Jézust, minek ismeri félre, minek ismeri félre? Azt hiszi, hogy a kertész. Hát félre ismeri, de valahol nagyon jól megismeri. Mert az Úr Jézus a mi kertészünk. Az életünk egy gazos kert. Van ott minden. De aki beengedi a kertészt, és aki azt mondja, hogy ültes, vágj, metsz, bármit tehetsz, alakíts úgy, ahogy te elképzelted, hogy aztán legyen kit átültetni. És Isten neki fog a munkának. És az Úr Krisztus is erről beszél, a szőlőtől szőlővesszőnél nem, hogy maradjatok én bennem. Tulajdonképpen nem kell más csinálni, ha fölismerted, hogy Jézus a Krisztus, akkor maradj ő benne, és tudod mit, nem is kell közvetlenül a talajból venni a táplálékot, majd a Krisztus által. És még egy dolog, engedd magad közelébe a kertészt. Aki jön metszőollójával, és azt mondja, ez nem kell. Azt mondja, hogy ezt pedig talán bebugyolálom, féltve őrzöm, mert ez által lesz termés. Ha ráhagyom azt, hogy ő legyen életem szőlőtője, ő legyen a kertem kertésze, akkor attól a pillanattól ismét ott az éden, Krisztusban, aki értem meghalt és föltámadt. Megköszönjük neki, hogy igaz kertészünk ő, megköszönjük, hogy már akkor meghalt és gyümölcsöt hozott értünk, amikor még mi sehol nem voltunk, és nem figyeltünk rá, és kérjük, Uram, nyugtasd meg kezedet rajtam, hagy maradjak veled, hagy maradjak benned, hogy gyümölcsöt teremjek neked, a te dicsőségedre. És ahogyan olvastuk, hadd olvassam még egyszer a mai igét innen, meg is találtam. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, ugye elfogadtad az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, épüljetek föl ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és háladásotok legyen egyre bőségesebb. Úgy legyen. Amen. Az énekkart hallgatjuk.
Én nem tudom, hogy Istennek milyen palántája vagy, testvérem, de azt hiszem, hogy ahogy engem és úgy mindegyikünket a jó Isten az ő kertjébe álmodott meg. És azt sem tudom, hogy átültetés után vagy előtt, de hiszem, hogy a mindenható Úr most szívünkbe lát. És talán látja, hogy át kellene már ültetni. Talán látja, hogy már átültettelek, de hát nem gyökereztél meg bennem. Vagy nem engedted oda a kertészt, aki termőre fordítaná az életedet, és azt hiszed, hogy már bent vagy, és mégsem történik semmi. És most, amikor meghajtjuk a fejünket, és könyörgünk az Úrhoz, tárjuk elé a szívünket. Engedjük be őt, mint kertészt, hogy végezze el munkáját. Csendben forduljunk az Úrhoz, és majd imádsággal zárom az ima közösségünket. Uram Istenem, Te vagy a jó, Te vagy a szerető Isten. Te benned vagyunk otthon. Köszönöm, hogy elküldted Jézust, aki a földből született, de mégis a mennyből született, mint Isten fia, akiben összeér az ég és föld. Köszönöm, hogy belé oltottál, hogy ő tudja az én minden betegségemet, nehézségemet, és pont ő az, aki a mennyből tud engem táplálni az örök életre. Légy velem, áld meg az életem, és formálj olyannak, aminek megálgottál. Amen. A vasárnapi iskolásokat fogjuk hallani. Mondjuk együtt, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Róma 10:9. Én a kivetítőre hagyatkozom. Menjetek be kapuin hálóénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Századik Zsoltár, negyedik, ötödik vers. Köszönjük szépen!
Drága testvéreim, szombati napon búcsúztunk el Vince Sándor testvérünktől. Mostani alkalommal pedig itt a gyülekezeten belül imádságban megköszönjük őt. Kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket, hogy imádkozzunk ért, imádkozzunk hálaadással. Úrunk Istenünk, hálát adunk neked Vince Sándor bácsiért, az ő életéért. Tudjuk, hogy te formáltad őt, te helyezted el, mint féltett palántát ebbe a világba. Te adtál neki növekedést, és a te kegyelmed az is, hogy te rád talált, hogy ő is átadta az életét neked, és élete így gyümölcsöző lehetett, közösségben is, szolgálatban. Köszönjük a mosolyát, köszönjük a szavait, köszönjük, hogy megvendégeltél minket az ő szeretetével, és Urunk, hisszük, hogy aki te benned hal meg, az te benned nyer új életet. Legyen áldott az ő emléke, bátorodjunk föl, hogy bármikor értünk jöhetsz, és ezért még erősebben szorítsuk a kezedet. Köszönjük, Urunk, hogy egykor találkozhatunk vele, és mindazokkal, akik te benned hunytak el. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, illetve előtte én nem is hirdetésben, hanem a család köszönetét tolmácsolom. Megkértek, hogy köszönjem meg, illetve köszönjük meg a gyülekezetnek, hogy olyan szép számmal eljöttek a temetésre, az énekkar szolgálatát, mert tanúságtétel volt a temetésen az ott létünk, és hisszük azt, hogy ha hívő emberként vagyunk egy sír megnyitott helyén, ott mi azt a Jézusi sírt látjuk, amiből ott van a jövő és a föltámadás. Szeretettel hirdetem testvéreknek, hogy ma délután 2 órától a vasárnapi iskolások indulnak kirándulásra. Délután 5-kor lesz istentiszteletünk. És amint látják a testvérek, hogy kicsit foghíjasan vagyunk, ez azért van, mert hogy a testvérek sokan szolgálatban, Pest-Szentlőrinc, Szemeretelepen vannak pengetősök, és Gábor testvér is ott van, hirdette az igét, hát reméljük, hogy eljut oda is. Ugyanaz a jó hír, ahova, amely mindenhová el kell, hogy jusson. Hétfőn ima közösségünk lesz a kisteremben, délután 5-kor, csütörtökön a Szépkorúak klubja lesz a Veleszházban, és 4 órakor, 6 órakor biblia tanulmányozás lesz, a József történetet fogják továbbvenni. Pénteken az korosztályos alkalmakra kerül sor, szombaton pedig ez az a nap rendezvény lesz, amelyre szeretettel várjuk a testvéreket, tanúságtételként, együtt éneklésként. Jövő héten úrvacsorás istentiszteletünk lesz, előtte 9 órakor szokásos módon imaóránk lesz, délután 4-kor lesz a záró alkalom, az énekkar záró alkalma. Hívjunk, csalogassunk másokat is, hogy a hangok mögött meghallják a Jóisten hangját is, hiszen a szívvel való éneklés az fölkelti, fölgerjeszti a lelket. Szeretettel hirdetem még, hogy elöljárósági alkalom is lesz aznap délután 17:30-kor, illetve előre tekintve
június 7-e és 9-e között gyülekezetünk közösségépítő hétvégén vesz részt Leányfalun. Még van hely, úgy tudom, Kertész Lajos testvérnél lehet jelentkezni. És most, jó Istenhez, fohászkodjunk tovább. Szeretlek Jézusom, tudom, enyém vagy, azt 14. énekünkkel köszöntsük őt, kérjük őt. Álljunk föl valamennyien. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.
az Úr közel. Foglaljon helyet a gyülekezet. Fényképeket láthatunk a temetéssel kapcsolatban. Az Úr áldja meg életünket.